Pintér Mónika menedzser asszisztens a kerekéforduló kapcsán stábunknak a kezdeményezés részleteiről is beszámolt a helyszínen. Az az ötletünk támadt, hogy 25 fát ültessünk környező településeken, hiszen a kollégáink minden településen, mi nem csak Makóról, hanem a környező falvakból, városokból is érkeznek, és akkor az ő falujukban, városukban, településeiken is ültessünk egy-egy fát. Fölvették a kollégák a kapcsolatot a helyi polgármesterekkel, és ebből az apropóból tavasszal is, illetve az ősz folyamán is ültetünk fákat. Maros Lelén az Engő óvoda udvarában kaptak helyet a fák. A település különleges helyzetben van, ugyanis három helyi dolgozó is ajánlott fel csemetét. Köztük volt Tóth Katalin, aki már 20 éve dolgozik a Continentalnál. Ez amikor meg lett hirdetve, akkor én eldöntöttem, hogy bárhová rakják a faluban, én teszek ilyen felajánlást, és aztán találtam hozzá partnereket is. Ez a közösség ereje nagy. Ezt látjuk a munkahelyen, látjuk a faluba is. Én nagyon szeretek itt élni, és szeretném, ha zöld lenne. Maros-lelei születésű vagyok. Én is ide jártam óvodába, hát igazán megváltozott azóta. Összesen így 4 galagonya facsemete kapott helyet az óvoda udvarán. Az akció az intézmény profiljába is beleillik, ugyanis 2017 óta zöld óvodaként működnek, és ezt a titulust 2021-ben is szeretnék megpályázni. Gyűjtjük szelektíven a hulladékot, akkor a foglalkozások alkalmából nagyon törekszünk arra az újrahasznosításokra, hogy nem kidobáljuk a szemetet, hogyha véletlen fel tudjuk használni, akkor mi módon tudjuk ezeket felhasználni. És hát ez mellett a zöld óvoda kapcsolódik az egészségtudatos életmódhoz nyilván, a vízzel kapcsolatban, hogy nem pazaroljuk a vizet, fel tudjuk használni az esővizet. Drimba Tibor polgármester elmondta, a községben több éves múltra tekint már vissza az, hogy a helyiek, a szülők összefognak és együtt végeznek felújításokat. Így jött az ötlet, hogy az orvosi rendelőnek a várótermét is felújítjuk egy szülői összefogással. Így a festésen túl az egyik önkormányzati dolgozónk, műszaki felelősünk Sipos Edit felajánlásával és a lánya közreműködésével a várótermé festésen túl díszítő munkák is kerültek elhelyezésre. Többféle mese figura lett elhelyezve minden egyes helységében, úgy a védőnői váróban, a védőnői vizsgálóhelységben, fogorvosi rendelőben is, illetve az összes többi helységben is elkészítésre kerültek ezek a rajzok. Helyi vállalkozónk Szőlősi József és fia Martin segített még a festésben. Az amúgy is esedékes munkák egy részét tehát saját erőből és felajánlások segítségével ki tudták váltani, költséghatékonyabbá téve ezzel a beruházást.